Gyurcsány Ferenc a DK elnök első vendégünk. 7 óra után jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Hát nem tudom, akar-e, de nem szabadon a múlttól. Hát. Tehát lényegét tekintve minden napra jut valami. A Napi Gazdaság közöl ma egy Szuslág interjút, hogy rögtön a közepébe vágjunk, ahol az egykori MSZP-s politikus azzal vádolja önt, hogy személyesen osztotta a pénzt a saját tárcájánál az Ifjúsági és Sportminisztériumban a pályázati pénzek kapcsán. Hát ugyan, volt ott egy ilyen hatalmas agykosár a minisztériumi szobába, azt minden reggel telehozták pénzzel, aztán be lehetett jönni, és aki kért, annak adtunk belőle. Elviccelhetjük, de szerintem ne vicceljük el. Tehát ugye ő is azt mondja, hogy voltak ülések, ahol összegyűltek, és akkor hozták a heti ügyeket a munkatársak, sorolja hosszan, hogy ki mindenki, Szigetvári Viktortól Szilvási Györgyig mindenki, és akkor azt mondták, hogy ő neki kéne nyerni, és akkor azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy jó. Igen. Nem így emlékszik? Hát nézze, fognak engem még vádolni gyermekrontással is, én szerintem a választásig hátrajövő 30 napban. Csak nem. Ó, hát ahogy én ezeket ismerem. Hát az persze, hogy természetes, hogy vannak időszakonként pályázatok, a pályázatokat valakik elkezdik értékelni, bírálni, a végén a pályázati bírálatok odaérkeznek a minisztérium vezetésébe, és természetesen ránél és bólint. Tehát az az állítás, hogy micsoda bűn. Na de hát nem a miniszter dönt ilyen ügyekben általában. Ő írja a végén alá, tehát beérkezik a hát de egy döntést kell aláírni, amit mások meghoztak helyette. És hát hála Istennek ezek azért visszakereshetők ezek a történetek. Erősen távol tartottuk magunkat, én meg aztán különösen megszüntettem például a miniszteri keretet, ami nagyon sokáig volt. Hosszú, bonyolult procedúra végén elérkezik egy lista, és arra a listára bólintunk. Ennyi nagyjából a miniszternek a döntése. Fogalmam sincsen, hogy ez az erkölcsi etalon cuflág, ez miről beszél ebben a történetben. Volt olyan, hogy ült mellett és magyarázta neki így az újságírói kérdés, hogy ennek a pályázatnak kell nyernie ezért meg ezért? Persze, válaszol Szuslág, és azt mondta, hogy rendben van, mindig azt mondta. Hát ha én olyan vagyok, aki engem ismer, azt tudja, hogy én egy bólogató János vagyok, soha nem volt véleményem. Ma is arról vagyok ismert a magyar politikában, hogy amit mondanak, azzal mindig egyetértek. Van itt 50 milliókról szó, egyszer 50-ről, zacskóban, hogy 2006-ban ne induljon a választáson, aztán még 50-ről, az a letét volt, ügyvédi letét költsége, amit az ügyvédnek kellett kifizetni, hogy szabadlábra kerülhessen. Ez a 2x50 millió, ez zacskóban az MSZP-ből érkezett a második emeleti köztársaság téri páncélszekrényből. Erről hát mit tud? Hát ez szavát se hiszem el, ráadásul ebben az ügyben, ha jól látom, belekeveri még Lendvai Ildikót is. Meg hát, Szekerest, meg Szilvásit, nézze, meg Mesterházit. Ha van valaki, akinek az erkölcsével kapcsolatban a magyar politikában, még az ellenfelekben sohasem merült fel kétség, az Lendvai Ildikó. Ezen a ponton szerintem mindenki nagyjából el is döntheti magában, hogy kinek hisz, Szuslágnak vagy Lendvai Ildikónak. Ezerszer jobban Lendvai Ildikónak, mint Szuslágnak. Azt ilyenkor végig szokta gondolni, hogy ez Szuslágnak most miért jó? Hát nyilván valaki, hogy mondjam, érdekelté tudta őt tenni ebben az interjúban, ebben a vádakban. De azon például nem érdemes elgondolkozni, hogy ezt ő tudja bizonyítani valamivel. Ugye megvádol embereket, nyilván van valami bizonyíték, hogyha azt mondja, hogy 50 millió zacskóban kapott azért, hogy ne induljon 2006-ban az MSZP színeiben. Hát gondolom, van az a pénz, amit az ember mond ilyet, hogyha 6 évig börtönben ült és most nincsen állása. Hát, azt is mondja, hogy mások helyett, egyébként mert önök helyett vitte el a balhét. Hát ne vicceljen, mert hát egy hosszú jogi procedúra végén volt jogerősítettelene, hogy a csodában van az, hogy amikor bizonyíthatná igazát, akkor nem szól ezt szót se. Kín a börtönből meg el kellett vádaskodni. Hát akinek kell, majd megnézik így van az interjút is, hogyha van ennek olyan része, amelyben hát jogilag elégtételt lehet venni, akkor gondolom mások is, én is el fogják indítani ezt az eljárást. Abban biztos, hogy... Tehát az emlékezete nem csalatja, meg nem voltak olyan ügyek, amikor úgy döntött, hogy ő nyerjen, ő meg ne. Egészen biztos. Egészen. Értelmes, mert bonyolul... Mert ugye tanúkat nevez meg gyakorlatilag bevonva őket ebbe az ügybe, ki mindenki ült ilyenkor az asztalnál, amikor Gyurcsány Ferenc így viselkedett. Na, hát akkor majd nyilvánvalóan ő ezt fogja tudni bizonyítani, ezt az állítását. Újra mondom, hát ha valakinek van küzdelme a magyar politikában szürke, fekete pénzek világ ellen, mutyi ellen, hát 10 éve nekem van. Hát most jön egy fiatal ember, és azt mondja, hogy mi magunk voltunk az ördögök, akinek mondjuk a szava hihetősége legalábbis megkérdőjelezhető. Engem ezek már nem érintenek, még egyszer mondom, szerintem ezer dologa megvádolnak még bennünket. Ha azt hiszi a jobb oldal, hogy ezzel lehet nyerni, szerintem nem lehet. Ez rosszat tesz mindenkinek, és nem is ért, hogy miért sározza be magát a jobb oldal ilyen emberekkel.
Mert nem a jobb oldal véli magát besározni ilyen esetekben, hanem ugye a bal oldalt vélik besározni. Mint ahogy ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, aki hát hajdanában majdnem tudomásom szerint az ön munkatársa lett, most azzal vádolta meg pár nappal ezelőtt, hogy képviselői és miniszterelnöki esküjét is megszegte összödi beszédével. Na, hát ez egy új elem, ezt még nem mondták. De ez egy hülyeség. Ennyi? Hát mi a csodát tudnék mondani egy ilyen bolond állításra? Azból mennyi igaz, hogy ifjabb Lomnici Zoltán majdnem a munkatársa lett, csak aztán nem vette oda maga mellé? Hát, ha a munkatársat úgy érti, hogy jó néhányszor találkoztunk az ő kezdeményezésére, és nézegettem, tapogattam, hogy közjogi, államjogi, alkotmányjogi kérdésekben lehetne tanácsadó, nem pénzért alkalmazott munkatárs, hát mi azt nem tudjuk még ma sem megengedni magunknak, hogy ilyen tanácsadóik legyenek, akkor igen. És akkor még nem mondta, hogy de volt. Hogy lennék én a tanácsadót, kedves Feri, amikor te egy esküszegő miniszterelnök vagy? Nem, a beszélgetésük egyébként azért szakadt meg, mert Zoli kiderült egy sor más alkotmányjogi kérdésben alapvetően más képvisel, mint amit én gondolok. Hát ugye úgy nem tud valaki tanácsadója lenni valakinek, hogy alapkérdésekben nem értünk egyet, akkor tud valaki az lenni, hogyha a főirányban egyetértünk, és a részletek tekintetében pedig hát nyilván a szakértelmével szolgálja az aktuális álláspontnak a kialakítását. De egyébként azt gondolom, hogy Zolinak jó néhány álláspontja ma is vitatható, helyenként kifejezetten zavaros, és nagyjából a jobb oldal alkotmányjogi értelmezésnek alátámasztására szolgál mindaz, amit mond. Na, menjünk a napi politikába vissza, vagy induljunk el oda. Összefogás helyett kormányváltás. Én őszintén szóval elvesztettem a fonalat. Tegnap úgy tudtuk, hogy az összefogás név áthúzva, mert van ilyen nevű párt, és akkor kormányváltás, vagy kormányváltók, vagy mit tudom én, milyen néven indul az összefogás néhány pártja együtt. Most akkor már úgy tudjuk, hogy nem, hanem marad az összefogás, és Szigetvári Viktor azt mondja, hogy a kormányváltás az csak egy szlogen. Ön hogy tudja? Hát szerintem találjuk meg ezt a fonalat. Az én szerintem helyes, hogyha van egy olyan nevű párt, hogy összefogás is lesz, vagy 30-31 pártlista egymás mellett, ne zavarjuk össze a választókat, és egyre kevésbé hívjuk magunkat az összefogás pártjainak, mert nehogy aztán a végén azok, akik ránk akarnak szavazni, azok meg fogják találni. És bejut a parlamentbe az összefogás párt. Ezért, hogy mondjam, amikor beszélgetünk magunkról, akkor egyre inkább kormányváltóként emlegetjük ezt az öt pártot, de ez nem azt jelenti, és azt hiszem erre utal Viktor helyesen, hogy mostantól van egy hivatalos közlemény kívül meg belül, hogy gyerekek, aki mostantól kimeri mondani az összefogás szót, annak levágjuk a bal kezét, mert az most tilos. De hát a kormányváltók, vagy a kormányváltás lehet, hogy jobb név is lett volna, csak nem most egy hónappal a választás előtt, hanem hónapokkal ezelőtt. Lehet, de hát most már nézd, van ez a helyzet, ebben azt hiszem, hogy jó döntést hoztak a mi kollégáink, ezek egy szinten alacsonyabb szinten dőlnek el ilyenkor a napi egyeztetésekben, azok, akik a kampánynak a érdemi menedzselésével foglalkoznak, mi ezt jó szívvel vettük, tájékoztattak bennünket, én magam is tanulom ezt a kifejezést, amikor tegnap este egyetemistákkal találkoztam itt Pesten az Újgödör klubban, akkor már a beszélgetés végére ők maguk is, amikor kérdeztek, megtanulták, hogy nem összefogásként kell apostrofálni ezt az öt pártot, hanem a kormányváltók. Hát, remélem, hogy ön is megtanulja majd a következő napokban. Igen, tanulékony vagyok, csak akkor azt is el kéne dönteni, hogy kormányváltás vagy kormányváltók. Mert még egyelőre úgy látom, hogy ebben sincs döntés, mert ők, a többiek azt mondják, hogy kormányváltás. Ön meg azt mondja, hogy kormányváltók. Igen, az egyik esetben a folyamatot írjuk le, amiért küzdünk, más esetben meg hivatkozunk azokra. Nyelvtanilag értem, csak hát mindig más mondunk. Attól függ, hogy milyen a mondatnak a szerkezete. Török Gábor most mondott valamit, hadd idézzem a politológust, azt írta, hogy a baloldali ellenzéktől, amit látunk a kampányban, meglepő impotencia. Az komolyan esélyes a rendszerváltás utáni leggyengébb kampányra, nem azért, mert eredménytelen, hanem azért, mert gyenge, koncepciótlan és következetlen, írta a Facebookon Török Gábor. És hát nem ő az egyetlen politológus, aki hasonlóképpen fogalmaz. Ön hogy érzi belülről? Nyilván a mi képünk az a tekintetben objektív, hogy mondjam, nem független szemlélői vagyunk az eseményeknek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon... Akkor szerintem egy nagyon világos alternatívát próbálunk meg megfogalmazni a Fidesz keleties, despotikus világával szemben. Ez a szabadság nyugatos világa, amely természetesen ebben a szituációban, ahol, hogy mondjam, a
média nagy része, az a jobb oldal által kontrollált és uralt, sokkal nehezebben átihető gondolat, mint a jobb oldal saját üzenetei. Ezzel meg kell küzdeni, nem kell panaszkodni. Nyilván szerintem megtanulta a mi világunk, hogy felelősnek kell maradni ellenzékben, nem kell mondjuk a rezsú hazugsággal szemben egy még nagyobb hazugságot állítani. Ha valaki azt gondolja, azzal kell nyerni, hogy hazugságversenyt csinálunk, mert az milyen könnyű, akkor annak nem mi vagyunk a pártja. Tehát lehetséges, hogy a politológusok is azt értik félre, mint egyébként sokan, hogy azért nincsenek zengzetes nagy kampánymondatok, mert hogy olyan ígéretek lennének, amikkel ráadnak még egy lapátot az ország bajaira, és éppen ezért sokkal csendesebbnek tűnik a kampány. Hát fel van lőve a stratoszférába a hazugság rengeteg a Fidesz oldalán. Mintha Magyarországon minden szépen, de Magyarország jobban teljesít, hazudják, egy olyan országban, ahol 10 000 lakás épül egy évben, kevesebb, mint amikor a német csapatok itt masíroztak Magyarországon 44-ben. Na most, egy ilyen szituáció, mi a helyes válasz? Ha ők azt mondják, hogy 3%-kal, figyeljük, 3%-kal csökkentik a távfőárát, nagyjából megdöglött a rezsi harc, erre mi azt mondjuk, hogy ha van nagyobb szám, szerintünk 10, és akkor hazudjuk ezt a választóknak. Nem szabad ezt csinálni. Remélem, hogy nyerünk. Ha nyerünk, akkor utána mindaz, amit mondtunk, teljesíteni kell. Mérsékelt, nyugodt politikát kell csinálni, és én ebben támogatom Mesterházy Attilát. Ott van Bajnai Gordon ebben a csapatban, akit arról ismert meg az ország, hogy végtelenül szakszerű, nyugodt, higgadt politikát folytat. Nem szabad megengedni, hogy, hazugságverseny legyen ebből a választási kampányban, és semmi szabad elvárni. Azért Szegeden is azt mondta, hogy a bérek óvatos, de érzékelhető növelésére van szükség. Hát ezt nyilván akkor magukra vállalják. Abszolút, abszolút. Nagyon azt hiszem, hogy igazunk van akkor, amikor azt mondjuk, hogy spórolásból még soha senki nem gazdagodott meg. A rezsihazugság világa az a spórolás világa. Magyarországon a költségek, az árak azok nagyjából a nyugatiakkal egyenlőek, a bérek pedig lényegesen alacsonyabbak. El kell indítani megfontoltan, nyugodtan egy olyan folyamatot, nyilván minimálbér felől nyomva, amelynek az a vége, hogy az infláció fölött érzékelhetően folyamatosan növeljük a minimálbért, ami majd tolja magával a többieket is. Azt fogja vállalni a kormányváltók világa, látja, hogy milyen jól tudom ezt mondani, hogy miközben az elmúlt 4 évben a zsebbe jutó minimálbér nem növekedett, az 66 ezer forint most már 4 éve, azaz kevesebbet ér, mint 4 éve, elindulunk a minimálbér érzékelhető tempós növelésének az útján, mindjárt 2015. január 1-től. Hátok, ez egy konkrét ígéret. Hogy lássa, hogy én is tanulok, az egykor összefogott kormányváltókról azt mondja Hanendre, a Medián vezetője a friss méréseik alapján, és azért idézem, mert Hanendre nem sokára itt lesz, tehát majd amit reagál, azt meg neki idézem, hogy a mai számok alapján tuti a Fidesz-KDNP kétharmada. Szerintem abban a kutatóknak, de a Mediának egészen biztosan igaza van, hogy ő ezt látja a számokból. Csak mennyire megbízhatók ezek a számok? Egy hete volt a fóti választás. A teljes jobb oldal összefogott, a jobbikkal együtt, és ez nem egy baloldali körzet. És a végeredmény az ilyen 51-42-43 lett. Habból leveszem a jobbikot, aki most nem indult külön, hanem támogatta kvázi a közös jobb oldali jelöltet, akkor egál van. Akkor körülbelül Fidesz kontra kormányváltók 42-42. Ez is egy tapasztalat, és valóban valaki itt hivatkozott már a műsorban, hogy hát tele vannak a termek, olyan hangulat van, mint egy utoljára 2006-ban. Ez is egy tapasztalás. Nem tudjuk kiszűrni, hogy a választók miért mondják azt, amit mondanak a kutatóknak. Gyanítom, hogy jelentős részük azért azt gondolja, hogy a franc se fogja megmondani, hogy a Fideszre szavazdék, még a végén bajom lesz belőle. Hanendre azt is felvetette, hogy Mesterházy Attila pártelnök azt üzente a híveinek, hogy mondják azt a közvéleménykutatók megkeresésére, hogy ők Fidesz szavazók. És a szavazó fülkében nyugodtan szavazzanak az összefogásra, és kérdi azt Hanendre, hogy milyen morális alapon áll Mesterházy Attila, vagy az összefogás, amelyet most már nem így hívnak, ha felszólítja a híveit, hogy hazudjanak a közvéleménykutatóknak. Ahogy érteni kell ennek a kontextusát. Ez inkább csak azt hiszem, hogy mentesítése a választóknak azon erkölcsi nyomás alól, hogy abban az országban, ahol sokan félnek a hatalomtól, nem kell nekik vállalni azt a konfliktust, hogy azt mondják, hogy az ellenzékre szavaznak, hogy ők ettől félnek.
lehet ezt fogalmazni puhábban, nem haragszom. De miért kell ezt kimondani? Az emberek önfenntartó reflexei elég erősek, tehát ők pontosan tudják, hogy mit kell válaszolniuk, hogyha félnek, hogy ne kelljen félniük. Én ennek a mondatnak semmi különösebb jelentőséget nem tulajdonítok. Az világos belőle, hogy Attila ugyanazt érzi, mint mi. Látom, állnak fel emberek fórumokon, hogy elnök úr, 2 hete engem is megkérdeztek, hogy kire szavaznék. Megmondhatom önnek, azt mondtam, hogy a Fideszre. És akkor mond egy cifrát a Fideszről. De legyen világos, magukat fogom választani, csak mert ez tűnik a biztonságosabbnak. Ezt érzékeli Attila is, én is, ez a mondat, azt hiszem, ha nem szól többről. Nem bánta meg, hogy kizavarta a jobboldali médiát a szegedi találkozóról? Szegediről? Szerintem Szegeden mondta azt, hogy hagyják el a tervet, de lehet, hogy máshol mondta. Máshol. Minden, valahol mondta múlt héten. Igen. Nézzet, ez nem a jobboldali média általában ez a Hír TV. Nagyon-nagyon csúnya atrocitásba keveredett a Hír TV a mi munkatársainkkal. Nyomdafestéket nem tűrő, emberi női méltóságában a legmélyebben, legbrutálisabban sértő megjegyzéseket tesznek csak azért kollégáinkra, mert be akarják tartatni a házirendet. Nem lehet így viselkedni. Szóval van egy nem is média, nem emberi tisztesség. Azt hiszem, hogy ha bunkos botként viselkedik a jobboldali média egy része, akkor ha másért nem, akkor önmagunk, meg munkatársunk megvédésé, mert azt kell mondani, hogy gyerekek, ez nem ez a hely. Egy polgári jogot világot akarunk, ti meg balhét akartok. Balhézni nem kell ide jönni. Nem azzal van nekem a bajom, hogyha jönnek és tisztességesen viselkednek, felveszik az eseményt. Azzal van a bajom, hogyha általuk provokálva olyan atrocitások keletkeznek, amelyek emberileg normálisan nem vállalhatók. És a sajtószabadság, amiért sokan kiáltanak rögtön, hogyha azt mondja, hogy egy újságíró hagyja el a termet, és hát nem alap nélkül. A sajtószabadság arról szól, hogy bármit megírhatnak. Nem arról szól, hogy bármit megengedhetnek maguknak. Ez az két különböző dolog. Az így van. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.